és ezúttal újra a T-71-es amerikai hetedik szintű könnyű tankot fogjuk megnézni, ami hát már szerepelt a csatornán mondjuk azt, ami kétszer, és mind a két minőségében, tehát egyrészt ilyen scoutként, másrészt meg ilyen közepes tankként tulajdonképpen, tehát ilyen harcolós tankként egyaránt láthattuk már, és itt most Warmanhoon hasonlóan inkább ilyen harcolós típusú csatát fog nekünk bemutatni, amiért érdemes szerintem megnézni azt, hogy egy nagyon-nagyon hát irtozatos edzést fogunk kiosztani ezzel a tankkal ebben a 8. szintű meccsben, és ez egy nagyon-nagyon jó tank, szerintem nagyon sok oldalú, és én nagyon szeretnék ebbe az irányba előbb-utóbb elindulni, hogy végre legyen egy dob vagy revolver táras tankom, amiben ez nagyon-nagyon jó, mert egyszerűen 6 lövedéket tudunk kilőni, fantasztikus ágyú, 175-ös átütés, ami egy 7. szintű közepes tanktól nagyon jó, ez még egy könnyű tank, és azt mondom, hogy 151 sebez egy lövés, tehát számoljátok ki azért az 9-es sebzés egy tárral átlagosan, ami azért nem semmi. Na, hát nézzük is meg, hogy mi fog itt történni. A pálya az Karélia, és mi azt csináljuk, amit ilyenkor egy gyors tanknak tennie kellene. Elindulunk balra, ezen a, hogyha ugye erről az oldalról indulunk, és azonnal megpróbáljuk bevenni a dombot. Ez elsődleges, hogy ez a dombot az ember megszerezze magának, mert ha miénk a domb, akkor biztosítani tudjuk a nehéz tankjaink előrejutását. És meg tudjuk gátolni azt, hogy az ellenfél oldalába, az ellenfél az, a mi tankjaink oldalába kerüljön a másik szárnyon. Mert ha ide feljutnak, akkor egyszerűen lőhetnek arra a másik oldalra onnan simán, és az sokkal jobb, hogy mi tehetjük, hát ez gondolom egyértelmű. Tehát egy ilyen gyors tank, amit a T-71 nyugodtan fel tudunk jönni, mielőtt még az ellenfél tankjai ide érnének, hogy látjátok, ők még csak most értek a nehéz tankok, illetve itt egy T-71-es. Nagyon jó az ágyűsüllyedés a T-71-nek, tehát szépen simán lefele tudjuk irányítani az ágyút. Viszonylag. Nem a legpontosabb, de azért majd itt látni fogjuk, hogy viszonylag pontos tud lenni. Ez majd most itt mindjárt meg is mutatkozik, azt hiszem. Szép sorban villámgyorsan ki tudjuk köpködni a 6 lövedékünket, aminek a KV-3-as nem fog örülni. Azért emlékeztek le, ez egy KV-3-as, tehát ez egy nagyon jó páncélozott 7. szintű tank. A VK-2801 is oda lőtt egyet, de hát a KV-3 azért megbosszulta már. Intéztek egy T-29-est. És eddig már sebeztünk 932-t. Még mindig töltjük a tárunkat, tehát viszonylag, hát mondjuk, hogy lassan tölt be, de egy dobtáros tankhoz képest még mindig nem is annyira lassan. Óvatosan kidugjuk, igen, egy kicsit kiébb kell, úgyhogy azért ez lepattan, de kritikus találat. És meg volt. Hát itt azért nagy segítségünkre volt ez a 175-ös pen. KV-13 alapágyúval, nem hiszem, hogy sok mindent fog tudni tenni, mi pedig addig szépen nem megyünk ugye itt is teházni, mint a francia tankokon. Mi megeszünk egy McDonald's szendvicset, vagy valami hasonlót. Na jó, most abban hagyom itt, azt hiszem, hogy nem kell hülye amerikai sztereotípiákkal előállnom. A francia jobb volt a bagettel. Kinézünk itt, ugye ez amiről beszéltem, tehát hogyha miénk a domb, akkor elláthatunk az ellenfél másik szárnyára, és szépen oldalba lövetjük a tankjait. Most hogyha ez a mi tankjainkkal történik, akkor nem örülnénk nagyon. Ezért általában, hogyha ez a domb az ellenségé, akkor már nagyon rosszul áll a helyzet. Közben 6-2 az állás. Sajnos azért nagy részt fedezőkben állnak. Hopp, az ott látszik. Ez nem talált. Ez igen. És még mindig van két lövedékünk. És felgyújtotta valaki. Rálövünk, mi is sebzünk, és most mi gyújtottuk fel. A szegény T-32-es az ég, mint a tábortűz. És meg is halt. Ezzel 2007 sebzést okoztunk eddig. És most a lövét nem látjuk. Na most közben alul a nehéz tankjaik azért többen vannak, mint a mieink. Úgyhogy nem ártal a némi segítség. És ezt meg is próbáljuk megtenni, hogy segítünk. Úgyhogy a KV-4 ránk néz, annak nem lesz jó vége. Hát, így van, a torony oldal az tökéletes célpont nekünk. A többi része a tanknak elég nehezen átlőhető nekünk, de az oldala az tökéletes. Gyenge pont fent, sajnos az sem annyira gyenge, hogy látjátok, sárgán mutatja a jelző különben is. Igen, az ott sajnos túl nagy szög, még el is találtuk volna. Igen, most kaptunk két az elejébe a tanknak. Itt két, illetve három könnyű tank próbál elintézni szegény kávéni, és úgy érzi magát, hogy szúnyogok vennék körbe. De hát ezek a szúnyogok csípnek elég rendesen. A VZ-131-es azért
Nem hiszem, hogy nagyobbakat lő, mint mi, jóval lassabban. Blokkolja a lövésünket. Ilyet, ez túl nagy szög, túlságosan jó szögben áll az a páncélemez. Úgy, így mindjárt jobb. Oh, és az utolsó lövésünk nem ment át. Na, most a VZ igen rossz helyzetben van. Szépen beforgatta a lővét, és elmenekült a domb mögé. Á, csak töltene be az az ágyú, csak töltene be. Ugye ez a probléma a revolvertárral, hogy egyszerűen amíg nem tudunk betölteni, addig teljesen haszontalanok vagyunk, és néha olyan jó helyzeteket tudnak teremteni ilyenkor a társaink, és annyira jó lenne kihasználni őket, de egyszerűen nem tudunk, mert éppen töltünk. A torony oldalát, így van, a torony oldalát kell ilyenkor lőnünk, az a biztos. Figyeljétek csak a számlálót, már 3366, 3400, tehát gyakorlatilag 3500-et sebeztünk eddig. Az állás 11-6. Van potenciál ebben a kis tankban. És most a VZ úgy döntött, hogy most meg akarjuk ölni azt az IS-3-ast is. Az agresszív szúnyogok megtámadják. Aki először meg ki, annak rossz lesz. Így van. Szegény 13-75 megelvett egy lövést nekünk. Kritikus találat, de nem sebeztük. Próbáljuk felgyújtani. Inkább az oldalát érdemes, mint a hátulját. Egyébként úgy vettem észre az IS-3-on. Levettük lánctalpal. Igazán szerencsém van, az utolsó lánc, tehát a fogaskereket találta el, és így nem sebződtünk. Csak ledobtuk a láncot, az mögött nincsen maga a tank, csak a fogaskerék. Most megint jó szögben állunk. Jaj. És megint levettük lánctalpal. Ez tényleg mák. Van tényleg az oldalába, ez nagyon éles szög, nem fog átmenni. Vagy a csuka orra alá, vagy teljesen az oldalába kell lőnünk. Ups, most kaptunk egy nagyot. És most meg kell ölnünk, miért a következő lövés jön, vagy vége. És egy lövés, és meghalt. És összesen két darab lövedékünk maradt. Már csak robbanó van ezen kívül. Letöltjük a maradék két lövedéket. Picit felgyorsítom az eseményeket. Itt a T-34-es. És már csak ő maradt. Nagyon-nagyon rossz játékos. Igaziból csak egy jó célpont, ami még esetleg némi sebzésbe lehetne szedni. A VZ neki megy szemből, ami azért... Oké, mégsem megy neki, ez egy kicsit aggasztó lenne. A torony oldal nagyon-nagyon jó páncélozott, illetve a torony maga, tehát még oldalt, mivel elég lekerekített, onnan is lepattintott bennünket, és bekezdjük betölteni a robbanó lőszert, de valaki is le fogja lőni előtte. Az jó Isten, lelőtte a VZ-t, ez egy kicsit égő volt. De Izba ez felesleges volt a VZ részéről szerintem, de Izba nem ártott a csapatnak. Na hát 4355 sebzés, gyakorlatilag 4500-et sebeztünk és 4 killt szereztünk. Rettenetesen sokat tettünk ahhoz hozzá, hogy a csapatunk nyerjen. Szerintem nagyon jó a T-71-es, nekem nagyon tetszik, úgyhogy hiszem, hogy sosem kár megnézni vele egy újabb meccset. Sziasztok!